Nos hát, sziasztok srácok! Köszöntelek titeket egy újabb videóban. Ez itt a Trainspot Hungary, és a mai videóban BO, azaz poznani kocsizni fogunk a 100-as vonalon. Most a mai téma számomra, és remélhetőleg sokatok számára szép emlékeket fog felidézni, hiszen a mai témánk nem lesz más, mint sok ember gyerekkorát meghatározó BO kocsi. Ezt a videót egyébként már elég régóta el szerettem volna nektek készíteni, viszont annak okán, hogy a BO-k csak általában hétköznap közlekednek, illetve alapból is elenyésző számba találhatóak már meg, elég nehéz dolgom volt, viszont most sikerült elkapnom. A kocsiból jelenleg körülbelül 20 darab van forgalomban az országban, ez a szám május után mindössze 5 darabra fog redukálódni, ennek az 5 darab kocsinak 2022 végéig van fővizsgája. Ezután nyilván nekik is vége a dalnak, és mennek sátorai a új helyre. Ehhez kapcsolódóan próbáltam egy olyan kocsiban utazni, melynek jövő hónap 13-án jár le a fővizsgája, ezt a tevékenységet egyébként addig tudtam folytatni, amíg az ellenfény be nem kopogtatott az ajtón, őt innen is üdvözlöm. Az úti tervünket próbáltam a lehető legjobban kimaxolni, így a videóban Nyíregyházáról egészen Ceglédig fogunk utazni, mely a való életben egy 2 óra 51 perces táv. Szerintem mondanom se kell, hogy Ceglénél már mennyire ragadtam, viszont az a feeling, amit ez a kocsi átad, úgy gondolom, hogy megérte. A BO kocsikat 1978 és 79 között pakolták össze a Lengyelországban található poznani Cegielszki vagongyárban. Ez egyébként azt jelenti számunkra, hogy a legnagyobb jó indulattal is ezek a kocsik minimum 42 évesek. Ezzel egy időben kelt ki a tojásból a legelső AO kocsi, melyből legjobb tudomásom szerint 2020-ban ment el az utolsó. Fontos info, hogy a 2037-es BO kocsiból készültek a MAV és a Bombardier közös gyermekei, az IC3 típusú kocsik. A BO kocsiban összesen 10 fülke és fülkénként 8 ülőhely található, míg az AO kocsiban 9 fülke és fülkénként 6 ülőhelyet találhatunk. A kocsiból van egy harmadik típusú kivitel, mely nem más, mint a BKO kocsi, amely BKO kocsi a hazai intercityzés alapjait adta meg, hiszen ez volt az első Intercity kocsink, viszont vele majd egy külön videóba fogunk foglalkozni, ugyanis ebből a kocsiból még van 2022-ig érvényes fővizsgás kivitel. Az indexkében is szereplő képet köszönöm Batta kollégának Ceglédről, hogyha érdekel, akkor az Instagramra linkjét a leírásban megtaláljátok. Szóval, hogyha érdekel a videó tartalma, akkor tartsatok velem, és utazzunk el Nyíregyházáról Ceglédre. Szegedre szeretnék egy diákot kérni, Ceglédi átszállásra, és személyvonattal szeretnék Ceglédi menni, és onnan gyorsvonattal.
A mai adás ennyi lett volna, hogyha tetszett és tetszik, amit csinálok, mindenképpen iratkozz fel, és találkozunk legközelebb is. Ez itt a Trainspot Hungary volt. Sziasztok!